Élettani változások, életmód és vizsgálatok a várandóság alatt, szülés, élettani szülés, a szoptatás jelentősége csak néhány azokból a témakörökből, amelyet a még január 16-án, kedden ismételten elindult szülésfelkészítő foglalkozás alatt körbejárnak. A 8 hetes, teljesen ingyenes programsorozat iránt rengeteg leendő szülő érdeklődött. 32 hetes vagyok, a védőnőtől hallottam a szülésfelkészítő tanfolyamról. Azért jöttem ide, mert még nem láttam a szülőszobát, első babánkat várjuk, úgyhogy még elég sok minden nem világos számomra, hogy mi hogyan történik. Arra számítok, hogy majd itt többet megtudok arról, hogy mire számíthatok az osztálytól segítségképpen, mire jó egy szülésznő, pontosan mi a feladatköre az orvosnak, a szülésznőnek, ápolóknak, stb. És én is mivel tudok jobban felkészülni. A foglalkozásokon a leendő szülők szakemberekkel találkozhatnak, szülészorvossal, védőnővel, szülésznővel, pszichológussal és csecsemős nővérrel. Ez a tanfolyam, ez körülbelül 7-8 éve van, évente 3-4-szer van, 6 hetet tart, és a célja mindenek előtt az, hogy a dunaújvárosiak és a környező lakosai megismerkedjenek a kórházzal, megismerkedjenek a szülészet nőgyógyászattal, és bizalommal vegyék igénybe az itteni szülészetet. A tanfolyamon a látogatók azon túl, hogy megismerhetik az osztály dolgozóit, az előadások meghallgatása közben vagy utána választ kapnak az őket foglalkoztató kérdéseikre.